Én kezdem az előadássorozatot, amelyet majd a kollégáim folytatnak. Először majd Buza Andrea fog a ókori, mindenekelőtt a római konyháról és étkezésről beszélni. Ezt követően Kronász Margit fog Penteléről, a mezőváros, illetve koraújkori 20. század első felének Penteléjéről beszélni. És ezt követően pedig Hodik Mónika már Sztálin városról, az Aranycsillagról és egyéb dolgokról, bugaci húsgombóc levesről és társairól. Na hát, először röviden bemutatnám, hogy miről fogok beszélni, és hogy mennyi ideig. Nagyjából 20 dia van, ez a becslésem szerint egy olyan 45-45 percet fog igénybe venni, amíg végig mindent elmondok róluk. De először arról fogok beszélni, hogy mi is az az igazi paleolit diéta. Ugye erről nagyon sokat szoktak mostanában beszélni. Én megpróbálom bemutatni, hogy ez a paleolit diéta hogyan változtatta meg az embert az évmilliók során, nem csak testileg, például a fölegyenesedett járás és így tovább, ami összefügg a táplálkozással, hanem kulturálisan is. Milyen változások játszódtak le az eszközhasználat és egyéb dolgok talán. Utána az őskőkorszak, a paleolitikum után rátérünk egy forradalmi változásra, amit szoktak az élelemtermelés forradalmának, vagy neolitikus forradalomnak is nevezni. Ez az élelemtermelés kialakulása, és hát arról is szó lesz, hogy ez hogyan befolyásolta az embernek szintén az életét, a testét, illetve a kultúráját, mert hát ez nem csak egy jelentős népességrobbanáshoz vezetett, hanem például az egészségtelen táplálkozásnak a kialakulásához. Ugyanakkor a tárolható élelmiszereknek a megjelenésével egy nagyon fontos változás is elindult. A táplálkozás ugyanis nem csak a létfenntartást szolgálja, hanem egy nagyon fontos társadalomszervező eszköz is. És hát tulajdonképpen a mai bonyolult összetett társadalmaknak a kialakulása valahogyan úgy kezdődött el, hogy valakik etettek másokat, és hogy ez hogyan történt, ezt akarom bemutatni. Végül pedig egy ilyen kultúrantropológiai zárás következik, megmutatom, hogy miféle lakomák vannak, miért fontos számunkra az étkezés, és hogy ez az étkezés a különböző ünnepnapok és egyebek alkalmával hogyan is nyilvánul meg. Hát ugye a legfontosabb az az, hogy az ember az heterotróf táplálkozású, vagy csak szerves anyagot tudunk magunkhoz venni, ugyanúgy, mint a gombák vagy az állatok, és ezért más élőlényekre szorulunk, hogyha enni akarunk. A másik nagyon fontos, hogy az ember gerinces élőlény. Ez ugye azért lényeges, mert a gerinces állatoknak egy rendkívül élénk mentális apparátusa van. Ugye központi aggyal, idegrendszerrel rendelkeznek, nagyon jól föl tudják deríteni a környezetüket, meg tudják tanulni a környezetüket, és alkalmazkodni tudnak hozzá. És hát ezen belül az ember az egy emlős állat, melegvérű állat. Ez azért fontos, mert ennek számos következménye van. Egyrészt nagyon sokat kell enni az embernek. Ugye itt láttuk, itt az a hőkamerás felvételen azt látjuk, hogy egy sötét kígyó éppen megfog egy világos egeret. Ugye a kígyó az egy hetente, két hetente megfog egy ilyen melegvérű állatot, megeszi, aztán utána szépen emészgeti. Az embernek naponta többször is kell lennie ahhoz, hogy saját testhőmérsékletét fenntartsa, és azért állandóan keresni kell az élelem forrásokat. Másrészt viszont abból, hogy melegvérű, az is következik, hogy rendkívül tág életkörülményeket életteret be tud népesíteni. Gyakorlatilag az északi sarttól kezdve az egyenlítőig, az eszkimóktól a busmanokig, a sivatagig minden területet be tud lakni az ember, mert megtalálja mindig a rendelkezésre álló megfelelő táplálékot. A másik, ami nagyon fontos, az emlősség létünkkel függ össze, hogy rendkívül bonyolult és fejlett agyunk van a többi emlőshöz képest is, és ez azt eredményezi, hogy nagyon jól tudunk tanulni. Meg tudjuk tanulni, hogy tehát új élelmiszerforrásokat tudunk földeríteni és alkalmazni őket, akár még bonyolult eljárásokkal is. És hát persze a fogazatra is hatással van, ugye nekünk aprító fogaink is vannak, ugye a cápának csak egyféle foga van, az bekapja, megeszi, lenyeli, egész bemészti, az emlősöknek viszont rágó fogai vannak, különböző típusú fogaik, hogy jól fölaprítsák az élelmiszert. És ami még fontos, hogy főemlősökhöz tartozunk, ezek eredetileg növényevő éjszakai állatok voltak, és később váltak mindenevőkké.
Ugye ez a mostanában nagyon divat a csak növényi alapú táplálkozás, hogyha ugye belenézünk a tükörbe és megnézzük fogmosáskor a fogainkat, akkor látjuk, hogy a zápfogaink azok gumósok, ugyanúgy, mint a sertésnek, ami azt jelenti, hogy mindenevő állatok vagyunk, vagyis növény mellett hús táplálékra is szükségünk van. Aztán a másik, ami meghatározza a táplálkozásunkat, az kulturális. Meg kell tanulnunk, hogy mi az, ami ennivaló, és mi az, ami nem. Gyakorlatilag ugye például a brokkoli az egy virág. Kivételesen megesszük a szegfűt, az orgonát, azt nem esszük meg. Ugye megtanuljuk, hogy melyik az a virág, amit megehetünk. Aztán ugye nagyon erős tabu van például az emberhúsra a mi társadalmunkban. Ugye nem szabad embert enni, más társadalmakban ez nem működik. De ugyanígy lehetne említeni a sáskát. Ugye ma eléggé elképzelhetetlen, hogy valaki kimegy a Dunapartra, sáskát fog. Itt viszont egy asszír királyi lakomát látunk, ahol hozzák be a különböző finomságokat, és itt elől egy szolgáló megy, aki rúdra húzott sáskákat visz be. Tehát ezt meg az asszír uralkodók is ették csemegeként, chips, olyasmi, mint a chips, ropogtatták a szárított sáskát. Mi azt tanultuk, ugye most van egy változás, most ezt próbálják ugye az Európai Unióba terjeszteni, hogy együnk bogarat. Hát én már biztos, hogy nem fogok, de ugye a legfiatalabbaknak, hogyha beviszik az óvodába, meg nem tudom, és sokat hallják, hogy meg lehet enni a pajort is, meg nem tudom én, akkor lehet, hogy újra lesz itt Európában is rovarevés. Aztán amit még fontos az élelmiszerrel kapcsolatban, meg kell tanulnunk, hogy hogyan lehet elkészíteni. Ez például a kukoricánál is nagyon érdekes, erről majd még lesz szó. Vannak olyan ételek, amiket úgy kell főzni, hogy például a bennük levő méreganyag az elbomoljon közben. Ugye annak is van technikája, hogyha valaki dökkútból szed ki húst, hogy azt hogyan kell főzni úgy, hogy utána meg lehessen enni, és ne pusztuljon bele az ember. Ugye ezek a tradíciók, ezek a hagyományok azért fontosak, mert nem kell mindig előről kezdenünk mindent a tanulásnál. De gondoljuk el, hogyha valaki gombát akar szedni, mennyivel jobban jár, ha megtanulja a hagyományból azt, hogy melyik gombát lehet leszedni, mint hogyha kimegy az erdőbe és elkezdi kóstolgatni, hogy melyik az, ami ehető és nem ehető. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy újítani is tudunk. Tehát az emberi történelem során számos alkalommal volt olyan, hogy újított az ősünk, elődeink újítottak valamit, és az a táplálkozásnál egy jelentős változást hozott, idézett elő, és ugye amikor változik a környezet, mint például most is, változik a környezet, előteljesen változik az éghajlat, akkor ez nagyon fontos adaptációs tulajdonság lehet. Most az első nagyon fontos testi változás, ami a táplálkozással összefügg, az meglepő módon az egyenes járás. Ugye több elmélet is van, hogy ennek mi az oka, ezek tulajdonképpen mindegyik valahogyan összefüggésben van a táplálkozással. Az egyik elképzelés szerint azért egyenesedett föl az ember, mert a kezébe vitte a táplálékot, vagy guggolva táplálkozott. Egy másik lényegesen valószínűbb az az, hogy mozaikos környezetben éltek. Mit jelent az, hogy mozaikos? Ugye a csimpáz az az őserdőben él alapvetően, ahol fák vannak, fák között mászkál, fölmászik rájuk, és így tovább. Viszont Kelet-Afrikában vannak olyan területek, ahol lehet látni, hogy hát van egy kis őserdő, de ugye ahhoz nem elég nagy, hogy egy csimpánz csoport meg tudjon benne élni. Ugye adott esetben át kell kelni a folyón és a másik oldalon is, mellette van egy kis szavannás rész, ott is van táplálékforrás, csak máshogy kell közlekedni, máshogy kell mozogni, és más kell persze találni benne, ugyanakkor hegyet is kell mászni benne, és ott van a tavak, illetve a folyóknál ugye egy olyan plusz élelemforrás, ami bejöhetsz, plusz élelemforrás, például a kagylók gyűjtögetése, ami nagyon jó fehérje forrás biztosít az ember az állatoknak. És hát általában a majmok azok rettegnek a víztől. Ugye, ha valaki állatkertbe megy, akkor az gyakran látja, hogy a majmokat egy egyszerű kis vizes árokkal választják el a látogatóktól, de bizonyos helyeken, ahol ilyen mozaikos környezetben élnek az állatok, kénytelenek belemenni a vízbe. És hát ugye a víznek felhajtó ereje van, ugye van egy olyan elképzelés, hogy többek között ilyen vizes élőhelyeken alakult ki az egyenes, fölegyenesedett járás. Most az biztos, hogy körülbelül 6 millió évvel ezelőtt már voltak olyan emberszabásúak, akik két lábon jártak, mert a combcsontjuk az teljesen olyan, mint a
maiakhoz hasonló az emberekéhez. És ez miért fontos? Táblázatokat látunk, az egyik az azt mutatja, hogy ha 2,9 km/h sebességgel gyalogol valaki, vagy ha 4,5 km/h sebességgel, az milyen hatékony. Ugye a csimpánz az rendkívül költséges, ha gyalogol 4 lábon. Az ember 2 lábon sokkal hatékonyabban tud gyalogolni. Ugye minél gyorsabban, annál hatékonyabb. Ez azért fontos, mert hogyha az ember kiment az őserdőből, pontosabban az ősünk kiment az őserdőből, akkor a sztyeppén, a szavannán hatalmas területet kellett neki bejárni élelemért. Tehát sokkal hatékonyabban tudott úgy közlekedni, hogy nem 4 kézláb ment, hanem 2 lábon. Ráadásul azután, hogy 2 lábra állt, az ember rájött, hogy futni még ennél is hatékonyabb. Ugye egy olyan emberősünk van, aki már 2 lábon járt, és hát a következő évmilliók során, ami az ember csontvázát érintette változás, például az alsó lábszár hosszabb lett, a felső lábszár combcsont is megnőtt, ugye a test arányaihoz képest, az alkar rövidebb lett a testhez képest, ugye jó kiegyensúlyozott fej elhelyezkedése, a medence a szűkebb lett. Tehát ezek a változások, ezek mind a futással kapcsolatosak. Az ember egyszerűen arra alakult ki, hogy fusson. Tudom, hogy ez nagyon furcsa, az ember az általában utál futni, ugye rossz emlékei vannak tornaóráról, pedig az ember futásra van tervezve. Vannak ilyen táblázatok, a lónak a mintáján lehet megmutatni, ugye ezt, hogy milyen sebességgel halad, 1 m/s, stb. Egyre növekvő sebességnél, milyen hatékonyan fut a ló. Ugye van egy idő, amikor gyalogol a ló, minél gyorsabban gyalogol, annál hatékonyabb. Utána elér egy sebességet, akkor már nem olyan hatékony a ló. A üget, akkor megint minél gyorsabban üget, egy idő után veszít a hatékonyságából a ló. Ha vágtat, akkor is van egy ilyen fordulópont. Ugye, hogyha összehasonlítjuk az embernél, ugye minél, nem tudom, hogy más is biztos észrevettem, hogy ha lassan megyünk, akkor az nagyon fárasztó tud lenni. Van egy olyan tempó, ami ideális férfiaknak, nőknek, de utána már nagyon fárasztó. Ezzel szemben a futás, minél gyorsabban fut az ember, annál hatékonyabb. Meglepő módon, ha valaki sokat gyakorolja a futást, az sokkal, sokkal hatékonyabb, gyorsabb közlekedési mód. Ez azzal függ össze, hogy a legősibb vadászati eljárás az az volt, hogy az ember addig kergette a vadat, amíg az bele nem döglött. Itt egy olyan vadászatot látunk, ahol egy nagy testű antilopot elkezdtek kergetni a vadászok itt, és akkor egy hosszú kacskaringós, nem tudom én, 10-valahány vagy 20-valahány kilométer után egy helyen utolérték. Pontosan innen indul ez a start, és akkor itt utolérték. Gyakorlatilag az antilop az nem tud annyit futni, mint az ember. Halálra futja. A YouTube, vagy a Facebookon esetleg láttak már ilyet, ott szoktak terjedni ilyen kis videók, ahol mutatják az ultramaraton futást különböző állatok és az emberek 100 kilométernél. Ugye a gepárd az első 100-200 méternél, mint a villám eltűnik, de utána az ember a 100 kilométernél már a lovat is lehagyja. Mert egyszerűen nem tudnak annyi ideig futni, mint egy ember. Az első korai őseink, a busmanoknál még most is van, ahol így vadásznak egyébként Afrikában. A David Attenborough-nak vannak ilyen sorozatai, abban van, ahol meg lehet tekinteni egy ilyen követéses vadászatot. A másik nagyon fontos változás, ami már kulturális, nem testi változás, az az eszközhasználattal függ össze, ami a táplálkozásunknak a következménye. Ugye vannak olyan állatok, amelyek használnak eszközöket, mert csak így tudnak hozzájutni bizonyos fajta élelmekhez. Például ez a keselyű féle, a struc tojás nem tudja a csőrével feltörni, de követ haigál hozzá, és úgy meg tudja törni. Ugyanígy a tengeri vidra, amelyik Észak-Amerikában él, hanyat túszik, a hasára követ tesz, és addig csapkodja hozzá a kagylókat, amíg az fel nem nyílik, szét nem törik. A csimpánzoknál is nagyon változatos eszközhasználatot figyeltek meg, ezeknek egy része szerves anyag, például a hangyabolyból vagy a termeszbolyból halásszák ki a fűszálakkal a termeszeket, vagy faudukból, láncsaszerű faágakkal piszkálják ki a kisebb testű majmokat. És hát van egy egészen speciális formája a táplálkozásoknak, amikor diót törnek. Ugye ez a csimpánzoknál rendkívül hosszú, az ember az viszonylag könnyen megtanul diót törni, a csimpánzoknál ez több éves folyamat. És nagyon fontos, hogy
a kis csimpánz csak az anyjától tudja megtanulni. Úgyhogy teljesen biztosak lehetünk benne, hogy az eszköz használatot azt egy nő találta föl. Egyrészt, mert ő volt az, aki a kölykét táplálta, több táplálékra volt szüksége, másrészt pedig csak ő tudta megtanítani. Tehát, hogyha egy hím föl is találta, hogy hogyan kell eszközt használni, azt nem tudta továbbadni. Tehát a mai eszköz használatunk az biztos, hogy a nők, az női találmány. És hát a dióval a kővel föl tudják törni a diót, és hát ugye, hogy milyen szerves eszközöket használtak az őseink, azt nem tudjuk, de minden esetben már jó 3 millió évvel ezelőtt, ha nem is nem egy kőeszközt találták meg, hanem az eszköz használat nyomát, a föltört csontokat. Ugye miért törik föl a csontokat? A velőért. Ugye a velő az rendkívül értékes, nyilvánvalóan először diókkal kezdték ezek az őseink is, de megtanulták, hogy a csontban is van olyan, amit ki lehet a csont mögül szedni. Nem tudjuk, hogy ezek módosított eszközök voltak-e már. Minden esetre jó 2,5 millió éve már módosított, pattintott eszközöket is használnak. Ugye ezeknek egy nagyon fontos tulajdonsága, hogy ezzel vágni is lehet, nem csak törni, hanem vágni a húst. Mi ennek a jelentősége? Az emlősöknek van egy különleges génje, ezt úgy hívják, hogy MYH16 gén. Ez egy speciális fehérjét állít elő, amelyik az állkapocs izomban van, a rágó izomban. Ez megvan a ragadozókban is, megvan a bizonyos főemlősökben, például a csimpánzban, a gorillában. Ugye ez azért fontos, hogy rövid, de rendkívül erős harapást lehet vele csinálni. Például bizonyos kemény gyümölcsöket föl lehet vele törni a magját. Másrészt a csimpánzok, azok vadásznak is, de nekik nincsen késük. Nekik ugye az a feltétele, hogyha elejtenek egy vadállatot, itt egy kis vadmalacot szednek éppen széllyel, hogy szét tudja a fogával marcangolni. Egyrészt a bőrét, másrészt utána pedig a hús. Ez rendkívül erős harapó izmokra van szükség. Itt egy makákónak, egy gorillának és az embernek a koponyáját látjuk. Ezek a piros foltok jelzik, hogy ezek a bizonyos rágóizmok, ezek mekkora felületen tapadnak meg. Ugye a majmoknak nem csak, hogy a fél koponyájukon ott van a rágóizom, de még van egy ilyen taré is, mert a hatalmas izmoknak hatalmas tapadási felületre van szükségük. Ugye, hogyha egy mozgatom a számat, akkor ki tudom tapintani, hogy itt mozognak a rágóizmaim, kicsit följebb teszem, még itt is, itt már nem érzem. Ugye valahol itt kezdődik a rágóizmom, de ez nagyon kicsi a majmokéhoz képest. Most van egy olyan szokás az embereknél, hogy csecsemőknél szoktak bizonyos népek alkalmazni koponya torzítást. Azt csinálják, hogy babának, akinek még puha a koponyája, bandással körbetekerik a koponyáját, hogy ilyen hátrafelé tudjon csak nőni, és ilyen tojásfejű lesz. De ez az izomzat gyakorlatilag úgy működik, mint egy ilyen bandás. Egyszerűen nem tud nagyobb lenni a majomnak a koponyája. Húsba van teljesen kötve. Meg van határozva, hogy mekkor lehet az agytérfogata. Az embernél nincsen meg ez a húsba kötés. Az, hogy eltűnt ez a gén, és ez az izom, ez a fehérje, ezt tette lehetővé, hogy az emberi koponya megnőjön, és az agytérfogat vele együtt nőjön. Ugye ez összefügg a nyelvhasználattal is, és hát természetesen ezt nem úgy kell elképzelni. Körülbelül 2,5 millió évvel ezelőtt kerülhetett sor erre a mutációra az emberben. Most ez nem azért volt, mert eszközt használta az ember, és akkor hirtelen a génje megváltozott, hanem ugye voltak olyan emberelődök, akikben lezajlott ez a mutáció, kisebb lett a rágóizom. Ha nem használt volna eszközt, akkor nem nagyon tudott volna elszaporodni, nem lettek volna utódai. De mivel ekkor elkezdtek eszközt használni egészen véletlenül, az eszközhasználat, a darabolás, a húsnak a bőr fölhasítása, az eszközökkel a hús földarabolása, amit egyébként foggal kellett volna neki elvégeznie, az eszközhasználat lehetővé tette, az eszközhasználat és az a genetikai módosulás tette lehetővé, hogy megnőjön a koponyánk. Tehát ez körülbelül 2,5 millió évvel ezelőtt ekkor jelent meg egy új embertípus, akit Homo habilisnak neveznek, és hát ő már eszközhasználó volt. A húsevésnek rendkívül fontos következményei lettek. Az egyik ilyen az agytérfogatának a növekedése. Itt egy olyan táblázatot látunk, hogy egy átlagos, egy 45 kilós, ugye hát az inkább egy nő testsúlya, mint egy férfié, hogy egy átlagos emlősnél
mekkora az agynak, a beleknek, a májnak, vesének és a szívnek az aránya, és mekkora az emberben. Ugye azt lehet látni, hogy a máj, vese, szív az nagyjából ugyanakkor az emberben is, mint egy más emlősben. Ami óriási különbség az, hogy a belek sokkal kisebbek. A bélrendszerünk az nem arra alkalmazkodott, hogy alacsony tápértékű növényi tápanyagot egyen, fogyasszon, dolgozzon fel kizárólag, hanem húsnak a feldolgozására. Az agyunk viszont óriási nagy. És ugye a megrövidült bél és a megnőtt agy, ez azt jelenti, hogy nagyon komoly húsfogyasztásra volt szüksége az őseinknek, hogy ezt a nagyon költséges szervet, az agyat fönntartsa. Ez egyébként látszik a vázrendszerünkön is. Ez itt egy csimpánznak a csontváza. Itt lehet látni, hogy a mellkasán a bordák ilyen tölcsérszerűen helyezkednek el, mert hatalmas bélrendszert kell befogadniuk. Ugye a gorilláknak is hatalmas hasuk van. Ki látott már gorillát, azt tudja, hogy ugye hát nem egy olyan szélesvállú a gorilla, de a hasa sokkal nagyobb térfogatú. Ugye az embernél viszont ilyen hordó alakú a mellkas, mert kisebbek a zsigerek, amiket el kell helyezni. Hát itt ugye lehet látni, hogy a testtömegének az arányában, ahogyan nő a testtömege 50-100-150-200 kiló, úgy ugye az különböző majomfajtáknak, csimpánz, gorilla, valamivel nagyobb az agytérfogata. Amennyivel nagyobb a teste, annyival nagyobb az agya. Ugye az ember az egészen más jelenség, ugye sokkal kisebb testtömegnél is sokkal nagyobb agya van, és hát ez csak úgy lehet ellátni, hogy húst teszünk. Ez egy olyan táblázat, ami azt mutatja, hogy hány olyan társadalom van, amelyik a kalória mennyiséget hús fogyasztással biztosítja. Ugye olyan, amelyik egyáltalán nem fogyaszt húst, olyan társadalom nincs is. Olyan, amelyik csak húst fogyaszt, olyan van, ugye például az eszkimók, meg más ilyen halásznépek, akik tengernél élnek. A legtöbb nép, az körülbelül a felét, a kalóriának a felét, azt húsból biztosítja. És hát a húsevésnek vannak egyéb ilyen kellemetlen következményei is, például a galantféreg. Itt a röntgenképen itt van a galantféregnek a feje, itt szépen kígyózik végig az egész bélrendszer, gyakorlatilag be lehet mutatni. Ez egy hatalmas, több méteres galantféregről van szó. Ennek nagyon érdekes élete van, ugyanis nem emberről emberre terjed. Ugye él bennünk a galantféreg, tehát szerencsére nem él bennünk a galantféreg, már ugye ez nem egy komoly probléma, de hát bizonyos helyeken, ahol ugye nem rendesen sütik, főtik meg a húst, ott ugye él az emberben a galantféreg, és hát ez az ürülékkel a galantféreg petéje, az kikerül a természetbe, rákerül a fűre, a fűvön egy állat lelegeli, és utána a növényevő állatoknak a belsejében szaporodik el, ott kell ki, ott lesz lárva, ezt a lárvát ugye a levadászott állattal együtt elfogyasztja az ember, és így kerül vissza, így kezdődik a ciklus. És hát nagyon érdekes, hogy az embert körülbelül két alkalommal is megfertőzték ilyen galantférgek. Itt a családfája látható ezeknek a különböző galantférgeknek. Mind a kettő esetben olyan galantférgeket kaptunk el, amik más afrikai nagy vadállatokban találhatók, például hiénákban, oroszlánokban, vadkutyákban, és így tovább. A másik nagyon fontos változás a húsevéssel kapcsolatban, hogy a túl zsíros étrend az komoly problémát okozhat. Ez a majmokban van egy olyan, hogy a majmok is esznek, főleg a csimpánzok húsokat, zsírokat, és van bennük egy olyan fehérje, ami képes lebontani, megkötni a telített zsírsavakat. De ez egy nagyon rossz hatékonyságú. Az emberben van egy ennél fejlettebb ilyen lebontó, megkötő fehérje, de ez csak körülbelül egy 220-230 ezer évvel ezelőtt jelent meg az emberben. Tehát elég nagy a valószínűsége, hogy az őseink a emelt hús- és zsírfogyasztás miatt elég gyakran szenvedtek szívinfarktust. Ugye az átlag életkor ma jelentősen nagyobb, mint akár 100 évvel vagy 200 évvel ezelőtt, és hát a belső átalakulás azt mutatja, hogy a húsfogyasztásra való áttérés az nagyon komoly problémát jelentett az őseink számára, és egészen valószínű, hogy
ugye ma egy csimpánz zsírra letetnének, akkor biztos, hogy néhány hónapon belül elpusztulna. Egy ember ezt ma már képes túlélni, de az őseink azok mondjuk 1 millió évvel ezelőtt biztos, hogy nagyon komoly érrendszeri problémákkal küzdöttek, még annak ellenére is, hogy ilyen sportos, futós életmódot folytattak. A táplálkozás nem csak magával a fogyasztással hatott az emberi társadalomra, hanem a megszerzése révén is. Ugye a csimpánzoknál is a vadászat igazából úgy hatékony, hogyha együtt csinálják. Tehát akár egy másik majmot, akár valamilyen kistestű emlőst akarnak elejteni a majmok, általában csoportosan vadásznak. Ennek viszont az a hímek általában jobb vadászok természetesen. Ugye erőteljesebbek, gyorsabbak, gyakrabban kapják el, mint például a nőstények, akik gyakran cipelik magukkal a kölykeiket is. Viszont a csimpánzok azok már hajlandók az élelem megosztásra. Ugye itt is azt látjuk, hogy egy nőstény csimpánz a kezét nyújtja a hímek felé, és enni kér. Ugye ez nagyon fontos, mert a legtöbb állat, az oroszlánok is, hogyha csoportosan is ejtik el a zsákmányt, és együtt is falják föl, nincs olyan, hogy az egyik oroszlán kiharap egy darabot a zebrából, és odaadja a másiknak. Mindenki tépi magának, ahogyan tudja. A csimpánzoknál előfordul az élelem megosztás, és ez valószínűleg azt eredményezte, hogy nagyobb lett a kooperáció az egyes csoporttagok között. Ugye a nőstényeknek is megérte bizonyos hímekkel együtt járni, akik biztosították nekik a megfelelő mennyiségű fehérjét. Ugye ezek sikeresebbek is, anyák is lettek, mert több fehérjét kapott a csecsemő, akit neveltek, és gyakorlatilag a családnak a kialakulásával is összefüggésbe hozzák ezt az élelem megosztást, és hát azután, hogy kiment a szavannára az ember, ott a nagytestű ragadozók, hiénák, oroszlánok között, ott más esélye nem nagyon volt, mint az együttműködés. Nem lehetett egyénileg vadászni. És hát van, a húsok fajták között is különbség van. Tehát lehet gyűjtögetéssel is szerezni fehérjét, ugye rovarokat, férgeket, és így tovább, de a nagytestű állatoknak a húsa sokkal értékesebb. De érdekes módon, hogy a vadászat az nem mindig elég hatékony. Amikor elmennek mondjuk a férfiak vadat ejteni, akkor előfordul, hogy több napon keresztül nem is jönnek haza. Olyan nehéz megfogni, elejteni egy nagytestű antilopot. Ráadásul meg kell osztani a húsát a többiekkel, hogy ennek ellenére mégis teszik, az valószínűleg egy más formában térül meg nekik. Ugye ez egy páva kakas. Ugye a páva kakasnak hatalmas nagy faroktolla van. Ez számára hátrányos, mert a ragadozók könnyen elfogják. Sokkal könnyebben, mint a jelentéktelen külsejű nőstényt. Ugye mégis azért növesztenek ilyen hatalmas farkat a pávák, a hímek, mert megéri nekik, mert többet tudnak szaporodni. A nőstények vonzódnak a hatalmas farokhoz, és ezért inkább szaporodnak az ilyenekkel. Tehát tulajdonképpen ez a vadászat nagyon költséges, de ez egy ilyen költséges jeladás. Jó vadász vagyok, érdemes velem szaporodni. Az ilyeneknek több feleségük van, vagy volt, tehát ugye ma már egyre kevesebb ilyen társadalom van. Nagyobb tekintélyük van, nagyobb befolyásuk van a társadalomban, a közösségen belül. A másik nagyon fontos dolog, ami átalakította az étkezésünket, az a tűzhasználat. Azt madaraknál is, meg ragadozóknál is megfigyelték, hogy egy-egy nagyobb szavanna tűz után végigjárják a felégett területet, hogy döglött, égett rovarok, kistestű emlősök után kutassanak, akik nem tudtak elmenni. Valószínűleg így kezdődött az ember tűzhasználata is, tehát egy ilyen passzív formában. Ugye végigfutottak a leégett szavannán az őseink, hogy mit lehet enni. Nagyon nehéz megmondani, hogy körülbelül mikor kezdődik el a kontrollált tűzhasználat. Az első biztos jelek azok Izraelben kerültek elő, körülbelül 800 ezer évvel ezelőtt. Hát ez egészen biztos, mert a sült halat találtak. Tehát ez valószínűleg nem a szavanna tűznek az áldozataként pusztult el a hal, hanem oda vitték és megsütötték. Mellett egyébként égett kovaeszközöket is találtak. Ez azért lényeges, mert az égetéssel a kőnek a tulajdonságát megváltoztatják, és jobban lehet pattintani. Tehát ez tulajdonképpen egy nagyon ősi kémiai átalakítási forma. Valószínűleg előbb kezelték tűzzel a kőeszközöket az emberősök, mint magát a húst. És hát ezzel ugye megváltozott, tulajdonképpen egy előemésztésre nyílt lehetőség. Itt azt látjuk, hogy forró, tüzes
felforrósított kövekkel hogyan lehet vizet melegíteni ilyen rekonstrukciós rajzon. És hát nem csak az élelem átalakítása volt nagyon fontos a tűznek, hanem ugye szintén szociális szempontból összeülnek a tábortűz körül, véd a hideg ellen, véd a vadállatok ellen, tehát egészen más szocializáció zajlik egy olyan társadalomban, amelyik körül tudja ülni a tüzet. Van egy nagyon, ugye említettem az elején, hogy van egy nagyon erős tabu az emberi, a mi társadalmunkban az emberhús evésére. Ez nem mindenhol van. Más állatoknál is előfordul, mindig azt szokták mondani, hogy az ember a legrosszabb, nem, más állatok és ragadozók megeszik a saját fajtársaikat, még a csimpánzok is. Ugye följegyeztek olyan háborút és csimpánz csoportok között, ahol az egyik csoport több éves háborúval kiirtotta a szomszédot, és közben volt, hogy megették, vagy ettek legalábbis a megölt ellenséges csimpánzból. És hát még a bonobókra, akikre azt mondják, hogy ők a legszelidebb, ugye ők nem háborúznak, hanem szexelnek, náluk is megfigyeltek kannibalizmust. Egy anya és a gyereke itt éppen a kisebbik kölykét fogyasztja el. Ugye azt nem lehet tudni, hogy hogyan pusztult el. Tehát, hogy megölték, vagy beteg volt, vagy az anya ölte, meg azt nem tudták levideózni. De minden esetre gyakorlatilag minden közelebbi rokonunknál előfordul kannibalizmus. Tehát az első emberi biztos nyomok azok olyan 7-800 ezer évesek, konyhai hulladék között kerülnek elő. Ez a neandervölgyi embernél is idősebb. Hát ez a delőember korszaka, konyhai hulladékban kerülnek elő, Krapinában, Horvátországban, ott neandervölgyi emberen már a vágásnyomok is megvannak. Ugye hát ez nem csak egy egyszerű skalpolás, hanem úgy néz ki, hogy lenyúzták teljesen a bőrt, és itt is a hulladékban találták meg a csontokat, valószínűleg elfogyasztották. Most a modern embereknél, hát attól az extrém éhínségtől eltekintve két nagy típusa van a kannibalizmusnak, az egyik az úgynevezett exokannibalizmus, amikor a csoporton kívüli embert teszik meg. Ugye ez vagy kitüntetés, mert valami nagy harcos, és azzal tisztelik meg, hogy megeszik, hogy a saját tulajdonságait megszedjék. Ugye indiánoknál például, amikor volt, hogy amikor a skalpot pucolták az asszonyok, hogy a maradék húst szedték le róla, akkor a kis hústszafatokat a gyerekeknek adták, hogy bátrabbak, meg erősebbek legyenek. A másik pedig az, hogy teljesen a megsemmisítés, a totális megsemmisítés céljával eszik meg. És van egy furcsa változat, az endokannibalizmus. Az, amikor a rokon teszik meg. Tulajdonképpen egy temetési eljárás. Ezt először Hérodotosz jegyezte föl az indiaiaknál, hogy megeszik az őseiket. Ez pápuáknál is előfordul, vagy előfordult. Ugye ezeknél az emberősöknél, az európai neandervölgyinél, meg a korábbinál nem tudjuk, hogy mi volt. Tehát lehet, hogy ott egy temetési szertartásnak vagyunk a tanúi, meghalt a nagypapa és megették. Van egy rendkívül érdekes, Németországban tártak föl, hát még csak egy 30-40%-át egy településnek, de tiszta horror. Tehát az egész árkok veszik körül az erődített települést, és tele van embercsonttal. Ez mind embercsont, fölaprított, hosszú csontok föltörve, bordák darabokba, velő kiszívva, agyvelő, kiszedve, ugye 174 vagy 3 koponyát találtak addig, azóta, hogyha folytatták az ásatást, ez még tovább szaporodott. Ugye itt például nem lehet tudni. Tehát vagy egy a korszakból nem találnak sírokat, nincsenek temetkezések. Lehet, hogy ez a temetkezési eljárás. Megeszik egy központi helyen, utána a csontokat beszórják az árokba, de az is lehet, hogy ez egy ilyen olyan korszakban történt ez a kannibalizmus, amikor rengeteg konfliktus zajlott. És tulajdonképpen a szomszédokat írtották ki, ahogyan a csimpánzok is kiirtották a szomszédtörzsét, és már megették őket. Nehéz eldönteni. Rendkívül vitatott a régészeti jelenségnek a magyarázata. A rendkívül nagy változás, ami következett, az az élelemtermelésnek a kezdete. Ugye hát élelemtermelő állatok vannak, levélvágó hangyák termesztek, azok különböző gombákat termesztenek, és ez a azt mutatja, hogy 11, 12, 13, stb. 11 ezer évvel ezelőtt milyen volt az éghajlat, hogyan melegedett. Közel 12 ezer éve kezdődött el az a melegedési periódus, ami miatt olyan nagy cirkusz van most. Nem az ember miatt kezdődött el ez a felmelegedés, nem az embertől függ, természetes okai vannak, most is zajlik, ez van. De ezt tette lehetővé többek között az élelemtermelést. Ebben az időszakban visszahúzódott a jégtakaró, sokkal nagyobb területeken terjedtek el ehető állatok és növények,
és megnőtt az embereknek a lélek száma. Egy túlnépesedés zajlott le a korszakban. Ennek az egyik jele, hát ez itt mutatja, hogy hány százezer évvel vagy tízezer évvel ezelőtt, ugye amikor elfogytak már, túlvadászták az állatokat. Kipusztultak a mamutok, kipusztultak a bölények Európa nagy részéről, a vadlovak és így tovább. Olyan élelemforrást kellett keríteni, amit költségesen nehezebb volt megszerezni. Ez azt mutatja, hogy a gyors állatoknak, például a nyúlnak, vagy a madárnak az aránya hogyan nőtt, hogy ugrásszerűen megnőtt Olaszországban is, vagy Izrael területén is, mert nem maradt már más húsforrás, mint ezeknek a gyors, kistestű állatoknak a vadászata. A másik lehetőség, hogy olyan növényeket gyűjtögetnek, ami nem túl hatékony, de más nincsen. Például fűmagvakat. Ugye 21 néhány ezer évvel ezelőtt már elkezdtek bizonyos fűmagvakat pörkölni, gyűjteni, és ugye a gabonák azok mind fűfélék. A fű az egy nagyon értéktelen tápanyag, viszont nagy mennyiségben lehet hozzájutni. Új eszközök jelentek meg, ezek olyan pengék, amiket fakeretbe tettek, és ezzel arattak. Az első sarlók, és utána a magvakat kövekkel őrölték meg. Hát itt Afrikában, közelmúltban még teljesen hasonló módon őrölték marokköve. Ez ugye egy rendkívül fárasztó és unalmas munka, úgyhogy ezt a nők csinálták mindig. Rengeteg ilyen szobor van, egyiptomi, meg egyéb ábrázolások, mindenhol a nők őrölnek. Viszont ez tette lehetővé további népességnövekedést. Ugye bizonyos területeken, a világ bizonyos részein voltak olyan növények főleg, amelyek alkalmasak voltak arra, hogy háziasítsák, hogy termesszék őket, és hát ezekből a központokból, ugye Amerikában is több ilyen központ volt, Eurázsiában is több ilyen központ volt, szép lassan elterjedt különböző szélrúr is a minden irányában az élelemtermelésnek a módszere. A mi szempontunkból a legfontosabb az a Közel-Kelet, ez itt Törökország, itt van Izrael, és az iráni, iraki, izraeli, libanoni részeken van az úgynevezett termékeny félhold. Itt olyan vad növények, fűfélék, amelyekből a később a búzát, az árpát, a rozsot ki nemesítették. Itt nagy mennyiségben elterjedtek, ezeket kezdték el gyűjtögetni az emberek, és hát egy idő után elkezdték őket termeszteni. A másik nagyon érdekes dolog, ami ettől függetlenül alakult ki, az a kerámia használat. Ez körülbelül 20 ezer évvel ezelőtt a távol-keleten, Oroszország távol-keleti részén, Kínában valamiért elkezdtek kerámia edényeket csinálni. Lehet, hogy azért, hogy különleges ételeket készítsenek. Nem volt még növénytermesztés, nem tárolásra, kifejezetten a főzés céljából kezdték el ezeket az edényeket használni, hogy valami specialitásokat készítsenek, és ezután elterjedt, és Közel-Keleten valahol összefutott a két dolog. És ettől kezdve az élelemtermelés és a fazekasság együtt terjedt. És ennek azért volt rendkívül fontos, mert ugye láttuk, hogy az indiánok hogyan melegítették a vizet egy ilyen bőrrel kibélelt gödörben, tüzes kövekkel, tehát az nem nagyon lehet fölmelegíteni, forralni nem lehet. Viszont a különböző szénhidrátok forralás hatására elkezdenek lebomlani, és az ember számára is emészhetővé válnak. Tehát ahol növénytermesztés van, és van fazék, és föl tudják forralni a kását, akkor az jól emészhető lesz. És a kásával nagyon jól lehet etetni a gyerekeket. Könnyű leválasztani különböző ilyen pépes ételekkel. És hát az, hogy ha leválasztják a gyereket, akkor ugye az anya nem szoptat már. Ugye a szoptatás az akadályozza a teherbeesést. Ha lerövidül a szoptatási időszak, mert kásával táplálják a gyereket, akkor az anya termékenyebb lesz. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye a régi középkorban az adatok alapján az, hogy 10 gyereke, 12 gyereke van egy nőnek, az nem ritkaság. Ugye királynőknél pontosan tudjuk, de ez az élettani, az antropológiai adatok alapján is lehet tudni, hogy akár 8-10-12 gyereket is szült egy nő az életében, hogyha nem halt meg a szülésben. Tehát gyakorlatilag ezek az élelemtermelő közösség, ezek sokkal szaporábbak lettek, mint azok, amelyek gyűjtögettek, és ahol a nők sokáig szoptattak. És egyszerűen túlszaporodták őket. Ennek van egy érdekes genetikai lenyomata. Egy bizonyos géntípus, ami a Közel-Keleten fordul elő a legnagyobb mennyiségben, az gyűrűsen, egyre kisebb mértékben terjed Európa északnyugati vége felé. Tulajdonképpen azt látjuk, hogy itt a
az első növénytermesztő csoportok ugye elkezdtek, túlnépesedtek és elkezdtek vándorolni északnyugati irányba. Ott persze volt, hogy keveredtek a helyi lakosokkal, ezért egyre kisebb, minél távolabbra megyünk, annál kisebb gén lenyomatot hagytak maguk után, de minden esetre egyértelmű, hogy egy erős kivándorlás indult meg, amelyik hát nem csak a géneket vitte, hanem a növénytermesztés és állattenyésztésnek az ismeretét is. Most a földművelésnek rendkívül káros egészségi következményei lettek, például a kőpor. Ugye azt láttuk, hogy hogyan őrlik kövek között a gabonát, most hogyha köveket dörzsölnek egybe, akkor kőpor is belekerül a gabonába, és azt az emberek megették, és a kőpor lekoptatta a fogakat. Tehát nagyon jól látszik ezeken a régi emberi fogakon, hogyha elég sokáig élt, akkor szépen elkopott neki a kenyér fogyasztásától. Másrészt azok a növények, azokat a növényeket termesztették, amik nagyon termékenyek voltak, produktívok, nagyon nagy hasznot hoztak. Ez viszont azt eredményezte, hogy kevéssé lett változatos a táplálkozás. A kukoricánál különösen szembetűnő, ugye mi is eszünk kukoricát, de ez nem nagy tömegben eszünk, pattogatott kukoricát, főtt kukoricát, meg mondjuk a rizshez keverve köretként. De Amerikában, Mezoamerikában, Közép-Amerikában, Latin-Amerikában, ahol nem tudom én, a táplálék 80%-át a kukorica teszi ki, ott nagyon komoly problémákat okozhat, mert hogy ugye tápanyagban gazdag, kalóriában gazdag, de a tápanyagokban nagyon szegény. És az is kötötten van benne, egy különleges eljárással lehet a héjából kioldani a tápanyagokat, ezt nixtamalizációnak nevezik, lugos vízben kell áztatni, főzni a kukoricát, ugye ezt mi nem tudjuk, mert nincs rá szükségünk erre a tudásra. De az indiánok rájöttek, nekik muszáj volt, mert hogyha nem, akkor a B3 vitamin például nem oldódott ki belőle, és ez nagyon komoly bőrbetegségeket, úgynevezett pellagrát okozott az indián lakosságban. Tehát, ugye amit említettem az elején, meg kell tanulnunk azt is, hogy hogyan kell elkészíteni az ételt, nem elég maga az, hogy alkalmas a táplálkozásra, hanem azt is tudni kell, hogy hogyan lehet azt enni. És hát a másik hatása az pedig, hogy a vasban szegény a kukorica, ami vérszegénységet okoz, ami pedig hát még a csontokon is nagyon komoly elváltozásokat, ugye ilyen szivacsas, gyakran búrjánzó kinövéseket idéz elő a koponyán kívül és belül. Másik nagyon, ami szintén a élelem termeléssel függ össze, a tejfogyasztás, hogy hogyan hatott a genetikánkra. A felnőtt embereknek a nagy része a világon nem tudja lebontani a tejcukrot. Elvész ez azután, hogy elválasztják a gyereket, 5 éves korában elveszítjük azt a képességet, hogy a tejet megemészszük teljes egészében. Bizonyos területeken nem. Ugye ott, ahol sok tejet fogyasztanak, azt vagy úgy csinálják, hogy feldolgozzák túrónak, sajtnak, és így tovább, és az erjesztés az lebontja ezt a tejcukrot. Viszont az északi területeken, ugye ezeken a területeken van a legmagasabb az az aránya Skandináviában, ahol a felnőttek is képesek a tejet még elfogyasztani hasmenés nélkül. Ugye a tejben rendkívül fontos D-vitamin forrás van. Délen a görögök, meg az olaszok kiváló sajtokat csinálnak, mert őket sokat süti a nap, nincsen szükségük a tejre. Északon viszont, ahol rövid a nap, sok a köd, és így tovább, ott sok D-vitaminra van szükség, és ott a tej, ez egy nagyon fontos D-vitamin forrás, ami nem csak a csontot, hanem az egészséget is biztosítja. Ugye azok az emberek, akik meg tudták inni a tejet, föl tudták dolgozni a tejet, és a D-vitamint hasznosítani tudták, azok több utódot hagytuk maguk után. Ugye hát az, aki nem tudta, annak hasmenése lett, és nem azt mondom, hogy kipusztult, de minden esetre nem szaporodott olyan sikeresen. Hasonló van egyébként a nyálban is, van egy olyan, ahol nagy növénytermesztő hagyományok vannak, ott van egy olyan amiláz nevű enzim, ami már rágás közben elkezdi a keményítőt lebontani. Ezt, akinek van ilyen, az, hogyha rágja a keményítőt, az előbb-utóbb ilyen édes ízt érez. Ugye a táplálkozásnak az, amikor nem táplálkozunk, ugye az a jelenség is megfigyelhető a csontokon. Az ember egy nagy testű állat, és viszonylag sokáig bírja a koplalást, akár hetekig, hónapokig, de ilyen esetben előfordul, hogy megáll a fejlődésben. Itt azt lehet látni, hogy ilyen szakadások vannak az emberi fogakon, ugye ezek azok a fogak, amik még gyerekkorban kibújnak, ezek a csontfogak,
ezek az első fogak. Erről lehet látni, hogy ez az ember gyerekkorában, 10 éves, 10 éves korában hosszú időn keresztül hetekig, hónapokig éhezett. Annyira éhezett, hogy megállt a fejlődésben szabályosan. Ezek a bordák a fogain, azok vannak. Ugye mit lehet tenni, hogyha éhezés van? Hát raktározni kell. A raktározható élelmiszer az nagyon fontos. Ugye különböző formákban el lehet őket, főleg a gabonát tenni szűkebb időkre. Ugye amikor nem lehet, amikor már az is elfogyott, akkor jönnek az ínségeledelek. Például a bőr ruhadaraboknak a megevése, ugye mint Chaplin az aranyásokban ott a bakancsot eszi, de hát ez előfordult valóban, hogy a bőrruhákat is megették, aztán patkányokat, városostomoknál főleg, végül már a saját ürüléküket és vizeletüket itták az emberek. Tehát rendkívül komoly körülmények között egészen vad dolgokra is képes az ember. Ugye van egy mondás, hogy jobb ízű a falat, ha mindnyájan esznek, és hát ez már átvezet minket ahhoz, hogy az élet, étel az nem csak a fenntartás szolgálja, hanem egy nagyon fontos szimbólum is, amivel ki tudunk fejezni ugye szeretetet, rengeteg szólásunk van, nincs kolbászból a kerítés, tudunk összetartozást és elkülönülést kifejezni. Ugye a zsidók az egyiptomiakhoz képest úgy határozták meg magukat, hogy ők nem ettek sertést. Az egyiptomiak rengeteg sertést fogyasztottak már az ókorban, és a zsidók nem. Ugye ezt a disznóhús fogyasztásának a tilalmát utána átvették a mohamedánok is. Ez egy nagyon fontos különbségtétel, hogy kivel eszek együtt, és kivel nem. Ugye gyakorlatilag kizárják azt, hogy idegenekkel együtt tudjanak enni, hogyha betartják az étkezési szabályaikat. Aztán a táplálkozás az egy multiszenzorális élmény. Több, nem csak az ízeket esszük, persze nagyon fontos az íz, speciális luxus ételek, fűszerek azok, amiket fogyasztunk, de a táplálkozásnál nagyon fontosak a körülmények is. Hogy milyen körülmények között, ez például ugye a Versailles palotának a tükörterme, amit kifejezetten erre a célra építettek, hogy nagy fogadásokat lehessen tartani benne és demonstrálni Franciaország hatalmát. Vagy a vendéglátónak, ugye a szeúzó kincs és a tulajdonosnak, a vendéglátónak a hatalmát fejezte ki. Hozzátartoztak zene, az illatok. Itt olyan kúpokat látunk a zenésznők fején, ami parfümkúp, zsírral kevert parfümanyag, amit a parókára rögzítettek, és nem csak zenéltek a lányok, hanem illatosították is a termet. És hát nagyon fontos a tudatmódosító szereknek, az alkoholoknak a fogyasztása is ezeken a lakomákon. A legősibb a sör és a bor, az gyakorlatilag egy idős az élelem termeléssel. Sőt, van olyan elképzelés, hogy a kelesztett kenyér, az például kifejezetten a sör, illetve a bor termelésnek a következménye. Tehát először erjesztettek alkoholos italokat, és utána ez az erjesztett ital került bele a kovászba, és utána kezdtek el keresztett kenyeret sütni. És hát ajándékod, ma már itt is újra divat, hogy nagy lakomákon, például esküvői fogadások után, lakodalom után, ugye a vendégeknek ajándékot adnak. Vannak egészen extrém példák Görögországban, például olyan lakodalmi ajándékokat kapott a szűkkörű meghívott csoport, hogy abból utána a birtokokat lehetett vásárolni. Tehát az ezüst evőeszközöket is megkapták a vendégül látottak. De nagyon fontos, hogy mikor eszünk. Vannak ilyen átmeneti rítusok, például a születéssel kapcsolatos rítusok, ugye tejfakasztóbuli, meg születésnapnak a rendszeres ünneplése, vagy a beavatások. Ez egy érettségi bankett. Ugye mindig eszünk. Eszünk születésnapkor, eszünk az érettségi banketten, eszünk a lakodalomnál, amikor szintén megváltozik az állapotunk. Egy más állapotba kerülünk át, férjezettek, házasok leszünk. Eszünk a halálnál. Ugye halottak is kapnak ennivalót. Ezekben az edényekben, tizenvalahány edényben mind enni-innivaló volt, amit a halott mellé tettek. A rómaiak még külön etették is a halottakat. Itt látható, hogy ilyen rekonstrukció, egy ilyen csövön keresztül a sírhoz öntötték be a különböző italokat, illetve ilyen folyékony élelmiszereket ezeken a csöveken keresztül, amiket az ásatásokon is meg lehet találni. És hát utána a túlélők is esznek. Elengedhetetlen a halotti tor, az átmenet a halál szabályos lezárásához. De ugye etették az isteneket is. Itt egy bika áldozatot látunk. Ugye ezek az ókori áldozatok azért voltak jók, mert hát az istenek azok a rosszabbik, mondjuk a lábszárat, a bőrt, a hájat, a bensőségeket kapták, a húst azt pedig a hívek fogyasztották el. Itt Mithrasz híveit látjuk, ahogy ilyen maszkokban
az Istennek a lakomáját újra megülik, egy ilyen nevezetes étkezést, amihez hát kicsit hasonló, mint a keresztények esetében. És hát vannak ilyen emlékeztető lakomáink. Ugye karácsony, de Jézus születésére emlékezünk. A húsvéti lakoma, amivel a halálára és feltámadására. És hát egy speciális lakoma az áldozás. Az ugye az utolsó vacsorának az emléke, arra való emlékeztetés. És vannak profán lakomák is. Ugye május 1-e az azzal kezdődött, hogy Amerikában anarchisták bombát dobtak a rendőrökre, a rendőrök visszalőttek, és ugye minden május 1-én ezt Schörer Virsüvel ünneplik meg a munkások. Ugye pontosan már nem lehet tudni, de ez egy ilyen pofán ünnep. Kicsit hasonló az augusztus 20-a, az eredetileg szakrális ünnep volt, ugye augusztus 20-án helyezték oltára Szent Istvánnak a maradványait, de hát ma már egy ilyen úgynevezett államalapítás ünnep lett belőle, de elmaradhatatlan az evés. Tagoljuk az időt, szilveszterkor eszünk, királykoronázást nagy evéssel lehet megünnepelni, palota fölavatását, egy asszír uralkodónak fönnmaradt egy oszlopa, közel 50 ezer embert vendégeltek meg. Külföldieket is persze, meg a város lakóit is. Több napon vagy héten keresztül zajlott a lakoma. Úgyhogy tulajdonképpen az etetés, az étkezés, az politika is. Gasztropolitikának lehet nevezni. Ugye a gyűjtögető népek azok nem nagyon osztanak, illetve hát azoknál nem nagyon van ilyesmi, mert ugye ott mindent azonnal el kell fogyasztani, de ahol már ilyen letelepült népek vannak, mint Észak-Amerika nyugati partvidékén, ahol halász népek, itt vannak a totemoszlopállító indiánok, akik a halászattal nagy élelembőségre tudtak szert tenni, és ezért állandó településeket tudtak létrehozni. Hasonlóképpen a letelepült növénytermesztő népekhez képesek voltak raktározni, élelmiszer többletet fölhalmozni, és hát ez úgy illet, hogy a leggazdagabbak, akinek a legtöbb ilyen volt, az lakomákat tartson a többieknek, szétoszta az ételét. Ugye ez egyrészt a társadalmi feszültséget csökkentette. Ez olyan, mint a krumpliosztás. Ugye ma is van, mindig nevetnek a krumpliosztáson, hogy az, hogy nagyon fontos szerepe van, ugyanez megvan az indiánoknak, potlacsnak hívták, nagy evéseket, és ez olyan mértékig ment, hogy ott pusztították is, amit nem tudtak megenni, ezt elpusztították. Meg ajándékot osztottak, pokrócokat, takarókat, ruhákat, és így tovább. És hát ugye ez egy visszacsatoló folyamat. Mert ugye az, aki mindig csak kap, az alacsonyabb rendű. Valamit kell visszatörleszteni. Ha máshogy nem törlesztesz annak, aki meghívott és etetett, akkor a munkáddal. Például szősz egy takarót a gazdagabbnak, amit oda ajándékozol neki, amit utána ő el fog ajándékozni másoknak természetesen. Az, aki sokat ad, az befolyást szerez a társadalomra. Az elkezdi irányítani, meg tudja határozni a többieknek, hogy mit csináljanak, és így tovább. Tulajdonképpen ez alakult ki, így alakult ki a társadalom. És hát ugye ez a politika, ez most is folyik, ugye fehér abrosz mellett tárgyalják meg a különböző politikai szereplők a tennivalókat, a problémákat úgy próbálják elintézni, mert abban bíznak, hogyha esznek is, akkor könnyebben tudnak egyességre jutni, mint hogyha egyszerűen csak tárgyalnak. A régészetben az ilyen ünnepi lakomáknak is előkerülnek az emlékei, ugyanis nagyon gyakran ezeket, amiket felhasználtak evésnél, vivásnál, utána már nem használják a mindennapi életben, hanem elássák. Itt ugye egy olyan régészeti leletet lehet látni, amiben tömegével vannak, hát ezek elsősorban poharak meg tálak, tehát ez valami nagy politikai lakomának lehet a maradványa, ahol különböző szereplők, lehet, hogy szomszédos csoportoknak a főnökei jöttek össze, és hát ilyen fehér abrosz mellett intézték el, próbálták megbeszélni a tárgyaikat. Na hát nagyon szépen köszönöm a figyelmet, kicsit belemerültem és egy kicsit többet. Hogyha valakinek van kérdése és tudok, akkor arra nagyon szívesen válaszolok.